Az újhatvani templomban kezdődött a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola szalagavatója. A végzős osztályok egymás után vonultak be a templomba, ahol Bokros Levente atya köszöntötte őket, majd az ünneplőbe öltözött tanulók Horváth Riárd polgármesterre, valamint tanáraikra is feltűzték a szalagot. Ezt követően a diákok is egyesével megkapták azokat nevük elhangzása után osztályfőnökeiktől. Fehér Józsefné, az iskola igazgatója beszédében elmondta, a szalagavató a nagykorúság jelképe is, hiszen innentől kezdve a végzősök felelősek a döntéseikért. Véleménye szerint a szalag elválasztja és egyben összeköti a diákokat. Elválaszt a diákévektől, a gyermekkortól, és összeköt a jövővel, a nagykorúsággal. Jelenti az iskolás évek emlékeit, büszkeség és megtiszteltetés is egyben ezeket viselni, de feladatot és kötelezettséget is ad a jövőre vonatkozóan. A szalag viselése emlékeztet az együtt töltött évekre, ez a 4 év a felnőtté válásotok útja volt, mely öröm és bánat, siker és kudarc, hit és megmegújuló remény érzésével volt kikövezve. A szalagavató ünnepség az iskola tornatermében folytatódott, míg a végzősök készülődtek és felhúzták táncos ruháikat, a szülők és a rokonok megnézhették a 12-es osztályokról készült videókat. A filmvetítés végén a már tánchoz öltözött diákok bevonultak a tornaterembe. A végzős évfolyam közösen és külön-külön osztályonként is bemutatott pár táncot. Azt jelzi, hogy lassan kilépünk az iskolából, itt az érettségi, és belépünk a nagybetűs életbe. Ugyanakkor sajnálom, hogy ezt a jó csapatot itt kell majd egyszer hagyni. Úgyhogy úgy érzem, hogy még minden, a hátralévő időből minden pillanatot ki kell használnunk. Kosda Maja a 12. C osztály diákjának is az osztálya fog legjobban hiányozni, de konkrét tervekkel készül a jövőre. Szeretnék egyetemre menni. És mit tanulsz? Jelen pillanatban közgazdaságtan tanulok, és hogy ebbe szeretnék elhelyezkedni. A Széchenyi István Római Katolikus Középiskola szalagavatója a szülők és a diákok közös táncával ért véget.